Szép estét kívánok, köszöntöm az Agrárinfó nézőit. Az elmúlt adásban Zászlós Tiborral, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnökével arról beszéltünk, hogy a koronavírus járvány, hála Istennek, a növénytermesztést a mezőgazdasági ágazatai közül nem igazán terhelte. A koronavírus járvány okán az állattenyésztésben voltak gondok leginkább, mégpedig azért, mert nem volt megfelelő ember, illetve hát a szállítással, tejszállítással, hússzállítással is voltak gondok. Most sem foglalkozunk a Covid-dal, bár szóba kerül nyilván, vendégem Szíbert Gergely megyei főállatorvos, a Fejér megyei kormányhivatal főosztályvezetője. Tisztelettel köszöntöm. Én is köszöntöm Önt is, és a nézőket is. Bár nyilván szóba kerül. De amit fontosnak tartok, hogy, és akkor essünk túl rajta, hogy a koronavírus járvány okán ugye bezártak az éttermek, és élelmiszer ellenőrzések várhatók nyilvánvaló, hiszen teljesen új rendszer szerint üzemelnek, kiszállítanak ételt. Mi a teendő ilyenkor? Hiszen az éttermek zöme ezt a fajta módozatot még nem alkalmazta. Tudják-e, hogy mit kell tenniük, milyen formában kell azt tenniük, milyen minőségben, és hogy lehet ezt ellenőrizni? Mindenképpen ez az egyik lehetősége, mondhatnám szinte egyetlen lehetősége ezeknek a vendéglátóegységeknek, hogy továbbra is működhessenek, mivel a helyben fogyasztás nem engedett. Ilyen esetben mindenképpen javaslom azt, hogy látogassanak el a Nébik honlapjára, ha ezt még soha nem tették, hogy ott megfelelő információkat kapjanak arról, hogy mit is kell egy kiszállítás esetén csinálni, de van néhány alapvetés, ami nagyon fontos. Ugye először is egyszer használatos edényekben kell ugye ezt megtenni. Ez azt jelenti, hogy így ez az edény már nem kerül vissza a konyhára, tehát úgymond, ha véletlenül egy olyan helyre viszik ki, ahol mondjuk fertőző beteg van, akkor az nem kerül vissza magába a konyhába. Nagyon fontos, hogy csak olyan ételeket készítsenek ilyen esetben, amit biztonsággal hosszabb időre is ki tudnak szállítani, ugye, mert így a vendég és a konyha közti mind földrajzilag, mind időben meghosszabbodik az idő, amíg elér a vendéghez, tehát nagyon fontos az, hogy egyszerűsítsenek az ételkínálaton, és csak azokat készítsék, amelyeket élelmiszerbiztonsági szempontból is el tudnak készíteni. Nagyon fontos, hogy betartsák azokat a jogszabályokat, amelyek ugye a járvány terjedését megakadályozzák, tehát maszkban legyen meg a kiszolgálás, tehát az a futár, aki viszi ezeket a termékeket, maszkot viseljen. Lehetőleg maga a pénz mozgás ne történjen, megvannak erre a lehetőségek, akár átutalással, akár az érintéses kártyafizetéssel. Tehát az a legfontosabb, hogy az emberek, tehát a futárok és a vendégek közti találkozása lehető legminimálisabb legyen, a lehető legrövidebb időre korlátozódjon, vagy akár ne is történjen meg, mert azt nem javaslom, hogy a lábtörlőre rakják le az ételt, de egy zacskóba nyugodtan lehet a kilincsre akasztani, és hogyha megtörtént a fizetés, akkor biztos, hogy nem lesz kontaktus. Amikor egy vendég megkap egy ilyen ételt, akkor megteheti, ez mindig egy úgynevezett kétszeres csomagolásban van, ugye általában egy zacskóban van, meg hát magában abban az egyszer használatos edénybe, a zacskót az dobja ki, ne őrizgesse, ugye azzal mások is találkozhattak. Amennyiben fontosnak tartja, de ezt nem minden kötelezőnek semmiképpen se kötelező, de aki nagyon tart tőle, az a külső, tehát a csomagolást
le is fertőtlenítheti. Egy dologra viszont nagyon vigyázzon, hogy fertőtlenítő szer az ételbe ne kerüljön, mert akkor nem hogy használ, hanem ártani fog az egészségének. Még egy dolgot kértek tőlem, hogy kérdezze meg mindenképpen. Ugye most szűkült a bolti nyitvatartások, tehát szűkültek mindenképpen, és úgy tűnik, bár ezt nem tudjuk, de Ausztriában már természetesen ez úgy van, hogy a nagy áruházláncok sem nyithattak ki. Ilyenkor hogy ellenőrzik az élelmiszereket? Hiszen a kisboltoknál óhatatlan, és főleg az éjjel-nappal nyitva tartásoknál hozzászoktak ahhoz, hogy az 24 órán keresztül szolgál. Most az leszűkült jelentősen, és tehát rengeteg élelmiszer megy veszendőbe, úgy tűnik legalábbis számunkra. Számíthatnak gyakoribb ellenőrzésre a kisboltok és a többiek? Hát én azt gondolom, hogy ebben a helyzetben a járvány megakadályozása a legfontosabb. Természetesen az ellenőrzéseinket fenntartjuk, illetve közel a karácsony, ugye a harmadik kiemelt időszakunk. Amennyiben elrendelésre kerül a kiemelt ellenőrzés, akkor természetesen ellenőreink ezt véghez fogják vinni. De ellenőreink ilyenkor mindig maszkot viselnek, a fertőtlenítésről gondoskodnak, és megpróbálják a lehető legrövidebb időn belül véghez vinni magát az ellenőrzést, de természetesen az élelmiszerbiztonságot ilyenkor is szem előtt kell tartani, és ilyenkor is vannak bejelentések, akár a Nébih zöld számán, akár más közérdekű bejelentés, ezeket ki kell vizsgálnunk, mert az élelmiszerbiztonság is, vagy az élelmiszerbiztonságok szabályainak be nem tartása is veszélyt jelent az emberekre, a fogyasztókra. Tehát pandémia idején ugyanolyan jogszabályok vonatkoznak, mint előtte, csak természetesen azért a szigorítások azért megvannak. Így van, az élelmiszerbiztonsági szabályok ugyanazok, és mivel a fertőtlenítési kötelezettség sokkal szigorúbb, gyakrabban fertőtlenítenek a konyhákon, illetve az eladóhelyeken, ez tulajdonképpen az élelmiszerbiztonságot is szolgálja, mert ezek a vírusölő fertőtlenítőszerek, aminél nagyon lényeges, hogy kiemeljem, hogy vírusölőek legyenek, ugyanis a koronavírus, mint ahogy a nevében is benne van egy vírus, tehát olyan fertőtlenítőszereket használjanak, nem csak a koronavírust, hanem valamennyi a vírusok többségét, illetve az egyéb fertőző ágenseket is el fogják ölni. Tulajdonképpen most jött volna az a kérdés sor, hogy a főutcai, illetve a téli kirakodó vásároknál milyen ellenőrzések várhatók, de hát nem lesz nyitva tartás, úgyhogy ebben a pillanatban ez a kérdés mehet a kukába, viszont azért karácsony és húsvéti, illetve télapó és karácsonyi vásár, illetve tehát nagyértékű vásárlások még várhatóak, gondolok itt elsősorban a csokoládékra, stb. Ez már elkezdődik a rövidesen? Mert azért látjuk, hogy a boltok, üzletek tele vannak. Azt gondolom, hogy nem lesz ebben sem változás. Mindig decemberben egy kiemelt ellenőrzési időszak is. Kicsit gondolva a járványügyi veszélyekre, én mindenképpen javaslom a csomagolt termékeknek a vásárlását, illetve csomagolatlan termékek esetében kérem is a fogyasztókat, hogy ne nagyon tapogassák, ne forgassák, ne vegyék kézbe csak mondjuk azokat a termékeket, amelyeket megkívánnak vásárolni. Ugye ezzel is csökkenthetjük a fertőzés veszélyt. Nos, megérkeztünk az állategészségügyhöz, sertéspestis és madárinfluenza. Látszólag távol van, de hát azért tudjuk, hogy néha mégis oly közel. Az afrikai sertéspestis sajnos még mindig itt van hazánkban, de hál' Istennek Fejér megyébe a mai napig nem tette be a lábát. Folyamatos ellenőrzéseket végzünk. A vadászoknak volt egy olyan kötelezettsége, hogy szeptember 30-áig az egész évre, az egész vadászati évre kiírt
vaddisznó lelövések számának 40%-át teljesítsék. Azt kell, hogy mondjam, hogy jól állunk, mert hozzávetőlegesen 9200 állatot, vaddisznót kell lelőni Fejér megyébe, és ebből körülbelül 4300-nál tartunk, ami azt jelenti, hogy a megfelelően végzik a vadászok ezt a fajta tevékenységüket. Szinte valamennyi állatvizsgálatra került, több mint 4000 ellenőrzésünk, 4000 vizsgálatunk volt kimondottan a vírusra, és eddig egy sem jött vissza pozitívként, tehát ez mindenképpen egy jó hír, ugyanis nagyon fontos az, hogy a vaddisznókban se jelenjen meg itt Fejér megyébe, de ha meg is jelenik, biztosan ne terjedjen át a házi sertés állományokra. Nagyon fontos kifejezni és kihangsúlyozni, hogy ugye ez a vírus emberekre nem veszélyes, tulajdonképpen közvetett hatása van, hogyha a sertés ágazatot teheti tönkre, és így komoly gazdasági kárt okozhat. Említette a madárinfluenzát. Igen, ez egy külön téma, mert azt hiszem ez veszélyesebb abban az értelemben, hogy terjedés szempontjából nehezebb megakadályozni mindenképpen. Hát így van. Mi két évente sajnos találkozunk nagyjából a betegséggel. Idén szeptemberre sikerült az előző évi behurcolástól mentesítenünk az országot, így hazánk jelenleg mentes ettől a betegségtől, illetve nem is jelentkezett ez a betegség, de hallani lehet a híreket, amelyek megerősítésre is kerültek, hogy Európa egyes országaiban már felütötte a fejét az újabb vadmadarak által terjesztett madárinfluenza, amely már egyes országokban, házi baromfi állományokban is megjelent. Ezért az országos főállatorvos továbbra is életben tartja a szigorú intézkedéseit, már pedig a baromfiak zártan tartása, illetve zárt etetése itt Magyarországon is kötelező, illetve amennyiben beteg állat jelentkezik valahol, ott azonnal értesíteni kell az állategészségügyi hatóságot, és emellett még a vízibaromfi, illetve a fácánok, kihelyezés előtti fácánok tamponvizsgálatát is kötelezővé tette az országos főállatorvos. Azt tudjuk, hogy itt a megelőzés nagyon-nagyon fontos, bár a legnehezebb. Fejér megyére ez egyébként is vonatkozik. Egy kérdésem még hadd legyen, vannak-e külön uniós elvárások ilyen helyzetben? Tehát ilyen, gondolok itt elsősorban a sertéspest is, vagy egységes egész mindenütt az uniós tagországokra, illetve az unión kívüliekre. Tehát egységes Európa a megelőzés tekintetében. Igen, azt kell, hogy mondjam, hogy igen, ugyanis a bejelentési kötelezettség alá tartozó állatbetegségekről uniós rendelet rendelkezik, de emellett a különböző tagországok más és más módon érik el azt a végcélt, hogy ezektől a betegségektől mentesítsék az országukat, de mindenképpen van egy nagyon szoros együttműködés a szomszédos országok Ukrajna, között. Románia, Szerbia. Így van, így van. Van egy úgynevezett bejelentés és egy gyors riasztási rendszer, amelyet folyamatosan mi is hetente megkapunk arról, hogy egész Európa területén milyen bejelentési kötelezettség alá tartozó állatbetegségek ütik fel a fejüket, pontosan, napra pontosan, illetve állatfajra és betegségre nézve. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy valamennyi megyei főállatorvos és így valamennyi megye hatósága folyamatosan nyomon tudja követni egész Európa állategészségügyi helyzetét. Hát bizakodóak vagyunk természetesen. Köszönöm szépen, hogy megtisztelt. Én is köszönöm a lehetőséget. Kedves nézőink, mi pedig folytatjuk műsorunkat, hiszen Covid ide, Covid oda, a Nóiegyi Szent István Borlovagrend ebben az esztendőben is megtartotta Szent Márton napi bormustráját, erről következik egy tudósítás. Ebben az esztendőben is az Öreghegyi Közösségi Házadott otthont a Nóihegyi Szent István Borlovagrend Szent Márton napi új bor ünnepének. A tagság idei szüretelésű borainak hagyományos megmérettetésén mintegy 20 tételt kóstolhattak meg a gazdák.
Horváth Miklós Csaba kettős minőségében a városrész önkormányzati képviselőjeként, a Borrend alapító tagjaként és borosgazdaként is elkötelezett az öreghegyi hagyományok megtartása és továbbvitele ügyében, Mészárovics Imre nagymester fájdalmasan korai elvesztése után is. Egyrészt az Imre, másrészt ez a koronapandémiás helyzet is eléggé, most hogyha összejövetekről beszélek, ezt megnehezítette, de hát az Imre én szerintem még sokáig pótolhatatlan lesz, nagyon hiányzik valóban. Ugye ő nem régen vette át nagy lelkesedéssel és újító szándékkal is, békétető szándékkal is, és sikerült is neki ezt összehozni, csak sajnos már nem tudja élvezni azokat az előnyöket, amiknek ő is részese volt. Ettől függetlenül az ő kérése is az volt, hogy tovább rendületlenül a hagyományok és Öreghegyért mindent tegyünk meg, hogy az a borkultúra, ami volt, legalább részben visszatérjen, ha másban nem a hagyományaiban is. De tulajdonképpen ugye lassan 20 éves lesz ez a borrend, és minden évben van mustra, és idén is ez az első, hát ugye Márta nap környékén szoktuk megtartani ezeket a rendezvényeket, az újbor mustrákat, és hát most is tulajdonképpen igaz, hogy szűkített körben, viszont ahogy hallottam, körülbelül 20-an azért hoztak újbort, és hát a kérdés lényege is az volt, hogy mire lehet számítani. Az idei év valóban szintén egy kiemelkedő év lesz borászati szempontból. Legalábbis itt a szakemberek is, és a többi bortermelő is, és szőlőtermelő is azt mondja. Úgyhogy amiket eddig kóstoltunk, azok valóban azt támasztják alá, hogy egy sikeres minőségi év előtt állunk. Itt most a feladat még az, hogy az öreghegyiekre jobban koncentráljunk még, és hívjuk őket, hogy a jövőben is legyenek itt, főleg a fiatalokat próbáljuk megkeresni. Itt tavaly jelentkeztek már 4-5-en, remélem idén is többen lesznek majd. Az újbormustra tradíciója a Szent Mártonbora megkülönböztető címért azért is bír különleges értékkel, mert ezen a kóstolón valamennyi szőlős gazda bemutathatja újborát. Dény és Ferenc nagymester és borlovak társai minden esetre mindent megtesznek azért, hogy a nemes nedűik méltóan képviseljék a királyi várost. Idei esztendő nem csak a borok szempontjából különleges, hanem a helyzet szempontjából. Alig, hogy meg tudtuk rendezni, utolsó lehetőségünk, hogy ezt a kis pustát megrendezzük, sok borászunk nem is tudott jelen lenni. Emiatt, de azért úgy érzem, hogy elég jó felhozatal van, közel 20 bor így is összejött. A maga a termés, meg az egész szüret időszak az egy viszonylag konszolidáltnak mondható. Jó volt az időjárás, nem voltak extrém melegek, nem volt extrém nagy eső, tehát a cukorfok ugyan nem lett kimagaslóan jó, de a savak, ami a borgerincét adja, azok nagyon jól sikerültek. Tehát nagy reményünk van arra, hogy az idei borok jók lesznek. Ugye Mészárovics Imre halála után egy rendkívül fontos időszak ez a borrend életében. Hogyan sikerült konszolidálni ezt a helyzetet? Hát ahhoz képest, amilyen milyen helyzetben van az egész rendezvény, itt a válságra gondolok, a vírusválságra, ahhoz képest elég jól. De rohamléptebe kellett mindent megszervezni, az utolsó pillanatig bizonytalan volt, hogy egyáltalán megtartható a rendezvény. Nekünk olyan szerencsénk van, hogy az utolsó rendezvényünk ebbe az évbe, és az utolsó nap tudjuk megtartani. Az az arány, amit célul tűztek ki, hogy a hobbi borászok is a profiktól tanuljanak és jelenjenek meg a hasonló rendezvényeken, teljesül? Visszalépett néhány úgynevezett amatőr borász, mert úgy érezte, mert általában idősebbek már ezek a borászok, és azt mondták, hogy a vírushelyzet miatt inkább nem, ezért nem javult az arány. Mondjuk úgy, hogy a szokásos arány van. Milyen célokat tűztetek ki a következő évre, hiszen ez egy fontos év lesz a koronavírus járvány, a pandémia elmúltával?
Én reálisan úgy látom, hogy a tavaszi időszak az szintén bele fog kerülni ebbe a pandémia mizériába, ezért az ottani rendezvényeinket, például a bát valószínűleg nem fogjuk tudni megtartani. Mi azzal számolunk, hogy az első igazi komoly rendezvényünk az talán a 20-i, illetve a 19-i öreghegyi mulatságok és a 20-i királyi napok lesznek. Ebben kalkulálunk. Ha netán előbb egy borversenyt tudunk tartani, egy tavaszit, akkor azt még megtartjuk. A méltán sikeres páncélpincészet kvalifikált borászgazdája nem titkolja, az idei év a koronavírus járvány ellenére számukra is egy sikeres esztendő volt, ahogy a megyében is. Ha már az új borral kezdtünk, akkor egy picit, hogyha visszafelé tekintünk, abban a sorrendben, hogy az új borok már ugye nagyságrendileg, különösen a korai fajták már pincében, sőt vannak, akiknél már palackban is vannak. Én a szüreti időszakkal kezdeném, hogy egy nagyon szép szüreti időszakon vagyunk túl, úgy gondolom. A fajták nem értek össze, tehát szépen volt idő sorrendben, érési sorrendben szüretelni. Bezavart ugyan az augusztusi meg a szeptemberi nagyobb mennyiségű csapadék, de úgy gondolom, hogy aki megfelelő növényvédelemmel volt, az egy nagyon szép elhúzódó szüreti időszakon van túl. Ennek tükrében ugye a pandémia kevés érintette a szőlészborász társadalmat, nyilvánvaló, milyen esztendőt zártak? Hát arról még egy picit korai beszélnünk, hogy milyen esztendőt zártunk, mert ugye azért még vannak tételek, különösen a kékszőlőknél, amelyek még lehet, hogy az erjesztők ádakban, tartályokban vannak, vagy éppen a forrás végén. Én úgy gondolom, hogy a korai fajták nagyon szép illatosak lettek, a középkorai koraiaknál ott attól függ, ugye, hogy a növényvédelmet már említettük ki, mennyire tudta az esős időszakban megvédeni ugye a rothadástól a gyümölcsöt. Hogyha ez sikerült, akkor azok is nagyon szép illatosak lettek, és a kékszőlőknél hát az várat magára, hogy ugye annak jóval több érlelési idő kell, hogy mivé fog fejlődni. Még annak tükrében, hogy ugye Mészárovics Imrének számtalan olyan terve volt, hogy megerősíti az amatőr borászokat is, ez hogy sikerül, miként látod profiként? Sajnos azt látom, és azért mondom, hogy sajnos, mert a fiataloknál, hogyha nincs mögötte egy háttér, akár szülői, akár anyagi, akkor nagyon nehezen indulnak el ezen a pályán. Most, hogyha pedig az amatőrökre gondolunk, akkor én hál' Istennek egyre több olyan kiskertet látok, akár a közvetlen környezetemben, vagy az országban, ahol a fiatalok megpróbálják a nagymama, nagypapa szőlőjét karbantartani. Itt igazából általában akkor megy el a kedve ettől, hogyha nem sikerül olyan bort első pár évben készíteni, amit szívesen fogyasztanak, és megijednek, hogy hú, nem sikerül, de nyilván ez egy hosszabb folyamat, tehát ez egyik évről a másikra nem megy, erre több időt kell szánni, és hogyha van türelme a fiataloknak, akkor szó szerint beérik a gyümölcse. A borrendi tagok és szimpatizánsok minden esetre jó úton járnak. Fontosnak tartják, hogy az egykoron virágzó szőlő és borkultúrát a régi fényében láthassák az öreghegyen élők, hiszen az ősi tradíciók éltetik a mát és a jövőt is. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt, viszontlátásra!